A cukkini a tökfélék családjába sorolható, és olyan zöldségekkel áll rokonságban, mint a nyári tök, a dinnye vagy az uborka. Akár egy méter hosszúra is megnőhet, de jellemzően életlen állapotában történik a betakarítása, nagyjából 20 cm alatt. Többféle változatban előfordulhat, színe a mély sárgától a sötét zöldig terjedhet. Videónkban most a cukkini 7 egészségügyi hatása kerül bemutatásra, azonban mielőtt rátérnénk a részletekre, kérlek iratkozz fel a csatornánkra, és dobj egy lájkot a videónkra. Gazdag tápanyagokban Egy csésze, nagyjából 200 g főtt cukkini, olyan tápanyagokat tartalmazhat, mint az A vitamin, mangán, C vitamin, kálium, magnézium és forsav. Ezen kívül kis mennyiségben K és B6 vitaminokat is tartalmaz. Ennél a pontnál azonban fontos megemlítenünk, hogy a cukkini esetében is a nyers változata tartalmazza a legtöbb tápanyagot. Azonban a fő cukkini is hasonló tápanyag profilla bír, de egy picivel kevesebb A és C vitamin tartalmaz, amely tápanyagok a főzés során eltávozhatnak. Antioxidánsok természetes forrása A cukkini nem csupán tápanyagokban, de antioxidánsokban is rendkívül gazdag. Az antioxidánsok segítenek megvédeni testünket a szabad gyököktől, amelyek többek között felelősek lehetnek a krónikus megbetegedésekért és a felgyorsult tölegedési folyamatokért. Továbbá a cukkini kiváló forrása lehet a lutein, illetve a beta-karotin nevű antioxidánsoknak, ezek a vegyületek pedig jótékony hatással lehetnek a szemünkre, bőre, szívre, és akár még védelmet nyújthatnak bizonyos ráktípusokkal szemben is. Hozzájárul az egészséges emésztéshez, a cukkini számos módon hozzájárulhat az egészséges emésztés támogatásához. Magas víztartalmának köszönhetően lágyítja a székletet, ami már önmagában is csökkentheti a székrekedés kockázatát. Továbbá tartalmaz oldható és oldhatatlan rostokat, amelyek több módon is képesek támogatni az emésztőrendszerünket. Az oldhatatlan rostok elősegítik az élelmiszerek könnyebb áthaladását a bélrendszerben, tovább csökkentve a székrekedés kockázatát, míg az rostok táplálják a belegben megtalálható jótékony baktériumokat. Nem utolsó sorban kutatások már azt is megerősítették, hogy a jótékony baktériumok által termelt zsírsavak még bizonyos bélbetegségek tüneteit is mérsékelhetik, mint az irritábilis bélszindróma vagy a krómbetegség. Csökkentheti a vércukorszintet. A cukkini rendszeres fogyasztása kifejezetten előnyös lehet a kettes típusú cukorbetegségben szenvedőknek, mivel képes csökkenteni a vércukorszintet. 200 g cukkini nagyjából 3 g szénhidrátot tartalmaz, így ideális választás lehet, ha szeretnénk csökkenteni a szénhidrát A rendelkezésre álló tanulmányok pedig már több alkalommal is felhívták a figyelmet, hogy az alacsony szénhidrát tartalmú ételek fogyasztása jelentősen csökkentheti a vércukor és az inzulin szintünket. Sőt, a cukkiniben megtalálható rostok még az étkezések után előforduló vércukorszint emelkedést is megakadályozzák. Pontosan ebből a megállapításból fakadóan a rendszeres zöldségfogyasztás már bizonyítottan összefüggésbe hozható a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának csökkent kockázatával. Javítja a szívünk egészségét Magas rostartalmának köszönhetően a cukini még a szívünk egészségét is támogathatja. Megfigyeléseken alapuló vizsgálatok már kimutatták, hogy a rendszeresen rostokat fogyasztó emberek körében közel 31%-kal kisebb a szívbetegségek kialakulásának kockázata szemben azokkal, akik egyáltalán nem fogyasztanak rostokat. Továbbá a cukkiniben található pektin, ami az oltható rostok egy fajtája, különösen hatékony az LDL, vagyis a rossz koleszterin szint csökkentésében. Nem utolsó sorban igen gazdag káliumban, ami az erek kitágításával segíthet csökkenteni a már meglévő magas vérnyomást, így támogatva a szívünk egészségét. Javíthatja a szemünk látását. A cukkiniben megtalálható C-vitamin és beta-karotin egyaránt hozzájárulhat a látásunk javításához. Ez a két tápanyag szemünk egészsége szempontjából különösen fontos, sőt, a cukkini még gazdag luteinben is, amiről a kutatások már bebizonyították, hogy csökkentheti az életkor előre haladtával összefüggő szembetegségek kockázatát, mint a szürkehályog vagy az időskori makuladegeneráció. Segíthet a fogyásban A cukkini rendszeres fogyasztása több szempontból is előnyös lehet egy-egy diéta során. Vízgazdag és alacsony kalóriatartalmú. Ez a két tulajdonsága már önmagában is meggyőző lehet a súlyvesztés szempontjából, de még a jó alakottság hosszabb ideig történő fenntartásában is a segítségünkre lehet. Tehát ha szeretnél egészségesen és gyorsan megszabadulni felesleges kilóitól, úgy mindenképpen javasoljuk a cukkini fogyasztásának beépítését a napi étrendedbe. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a cukkini egy nagyon sokoldalú élelmiszer, amely gazdag vitaminokban, ásványanyagokban és növényi rostokban. Számos pozitív élettani hatása lehet, többek között támogathatja a szívünk egészségét és emésztésünket is, illetve a vércukorszint és a vérnyomás szabályozásában pedig fontos szerepet játszhat. Végezetül reméljük, hogy a videónkban felsorolt pozitív tulajdonságok téged is meggyőztek, és hamarosan te is rendszeresen elkezdett fogyasztani a cukkinit a mindennapjaidban, ha esetleg eddig nem tetted volna meg. Ezzel most videónk végéhez érkeztünk, és ha úgy gondolod, hogy tetszett, amit a cukkini hatásával kapcsolatban láttál, hallottál, akkor kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, lájkold like videónkat, és bátran oszd meg barátaid között is. Köszönjük megtekintésedet, hamarosan újra találkozunk!